1959 és 73 között több terhesség megszakítás történt Magyarországon, mint ahány gyerek világra jött. 1964-ben érte el az abortuszok száma a csúcsot, 100 születésre 140 megszakítás jutott. 2017-re ez az arány átalakult, 3 beszületésre 1 vetélés jutott. Tolna megyében ennél még jobb a helyzet. A terhesség megszakításoknak a száma az 60-nal csökkent egy év alatt ebben az intézetben, ahol dolgozunk, a Tolna megyei kórház szülészeti osztályán. Ez lényeges csökkenés egy év alatt. Bízunk abban, hogy ez benne van a felvilágosító munka, a védőnői állózat, ahol mi az általános iskolától kezdve már oktatja a fiatalokat. A megyében 90 és 2017 között 60%-kal csökkent az abortuszok száma. Répási doktor azt mondja, megfigyelhető, hogy aki átesett ilyen beavatkozáson, a sok esetben újra ezt a megoldást választja. A szülési vágy az kitolódik, ami egyébként a reprodukció a nő legfontosabb feladata az életben, és mindenféleképpen ilyen időskorban már a terhesség megszakításoknak a száma lényegesen csökken, inkább a szülést vállalják. Egyre fiatalabbak azok a nők, akik ezt a megoldást választják. 1990-ben a 28 éves nőknél volt a leggyakoribb az abortusz, ez 2017-re a 20 év alattiakra tevődött át.